Sziasztok! A mai videóban a Karoling időszakból merítünk ihletet és iniciálit alkotunk. A Karoling időszak időszámításunk szerint a 8. századtól tartott körülbelül a 10. század első feléig. Ebben az időszakban fellendült a művészet, tudomány és a könyvművészet. A keresztény vallás az egyik legfontosabb vallás lett, és a különböző nyelvek mellett a latin nyelv megmaradt. Körülbelül az 5. század körül létrejött a Frank-birodalom. Nagy Károly, akit a képen láttok, erős és bölcs uralkodó volt. Uralma alatt felvirágzott a Frank-birodalom. Nagy becsben tartotta a művészeket, tudósokat, és felvirágoztatta a kereskedelmet is. Nagy Károly tudta, hogy a tudás és oktatás fontos, ezért támogatta a tudomány és oktatás központjainak létrejöttét. Ebben a korszakban a hét szabad művészet volt a legfontosabb. Az elnevezés arra utalt, hogy a szabad ember foglalkozhatott ezekkel a művészetekkel. A hét szabad művészet volt a középkori tudás alapja. Triviumra és kvadriviumra volt felosztva. A triviumba tartozott a grammatika, retorika és dialektika, amely magába foglalta a logikát. A maradék négy volt az aritmetika, asztronómia, geometria és a zene. A képzőművészek a kézműves mesterekhez tartoztak, és szakmájuk szerint cégek tömörültek. A tudomány központjai főleg a kolostorok voltak. A kolostorban voltak az úgynevezett skriptóriumok, amik író és festőiskolák voltak. De mi is történt a skriptóriumban? A szerzetesek iratokat másoltak, természetesen latin nyelven, kialakult a Karoling minuscula, a kisbetűs ABC, mert az új ABC-vel a szerzetesek gyorsabban tudták írni, másolni a rengeteg tudományos és egyházi iratot. Tudtátok, hogy a kérdőjel 800 körül keletkezett? Valószínűleg már hallottátok azt a fogalmat, hogy illumináció. Az illumináció a szöveg díszítésére, magyarázatára szolgáló színes kép, illusztráció, amely része a szöveg mellett az adott lapnak. Ezeket az illusztrációkat az illuminátor készítette. Ezen kívül még iniciálékat is festett, ami díszített kezdőbetűt jelent. Az iniciálék körül lévő kis rajz a miniatúra, néha egy egész történetet mesél el. A képen különböző iniciálékat láttok. De nézzük, mit is fogunk ma a kritában alkotni. Egy modern iniciálét fogok nektek ma festeni, ami ugyan nem hasonlít a Karoling iniciáléhoz, de a lényeg az megmarad. Miniatúr történettel fogjuk díszíteni a betűt. Amint látjátok, nem festményre hasonlít a képem, hanem olyan, mintha színes papírból lenne kivágva és összerakva. Ha több színes papírt egymásra rakunk, akkor látjuk, hogy a rétegeknek van egy kis árnyéka. Pont ezzel az árnyék effektussal fogjuk mi is kivágottá varázsolni a képünket. Nézzük, hogyan. Nyitok egy új dokumentumot, beállítjuk a nagyságát, én egy négyzet alakú papírt állítottam be, 21x21 cm, 300 pontos felbontással, és klik a létrehoz gombra. Mindjárt el is mentjük a képet, File, Mentés. Létrehozunk egy új réteget, és ebbe a rétegbe színt öntünk. Ha nem működne a csupor, ellenőrizd le, hogy az ecseteknél ne a radír legyen bejelölve. Rakjunk be egy betűt. Válasszuk ki az eszközökből a betűt, a papíron létrehozunk egy keretet a betűnek. A rétegben automatikusan létrejött egy új vektor betűréteg, és kinyílt egy ablakocska, amibe beírhatjuk a betűt. Például kvé. Beállíthatjuk, hogy milyen betűtípus legyen, milyen nagyságú, vastag vagy vékony, és kiválaszthatjuk a betű színét. Ha minden megvan, akkor klik a mentés gombra. A betű a papírra kerül, az ablakot pedig lezárhatjuk. Klik. Hogy ügyesebben dolgozhassunk a betűvel, eltolni, ha kell, el tudjuk a mozgatós eszközzel, de a nagyításhoz jobb a vektorréteget festőrétegre változtatni. Jobb klik a rétegre, átalakítani, festői réteg. Az eszközökből kiválasztom a transformációs eszközt, és felnagyítom a betűt. Utána lenyomom az Enter billentyűt. Az árnyékot kicsit később fogjuk hozzáadni. De létrehozunk egy új réteget, és ebbe egy kört rajzolunk. Használjuk például a kiválasztás eszközeit. Kiválasztom a kör alakú kiválasztást, leellenőrzöm, melyik rétegbe vagyok, és ha lenyomom közben a Ctrl billentyűt, akkor a kör szimmetrikus lesz. Létrehoztam egy kör alakú kiválasztást, hogy jobban lássátok, bekapcsolom a maszkot. Én látjátok? és ezt a kört ki szeretném tölteni színnel, a festékcsuporra. Kiválasztom az eszközt, a színt, de vigyázz, ha most kiöntöm a színt, lehet, hogy nem lenne egységes, mert alatta ott a kvébetű. betű. Hogy ez ne történjen meg, egy pillanatra kikapcsolhatom a betűréteget. A kvérétegre rétegre krikkelek, a szemecskére, és aztán a felette lévő üres rétegbe kiöntöm a színt. Ha kész van, le kell állítanom a kiválasztást. Biztos emlékeztek felső sáv, kiválasztás, kiválasztás leállítása, vagy Ctrl-Shift-A. A kört, ha kell, eltolhatjuk. Visszakapcsolom a kvé betű réteget. Nem látom, mert a kör eltakarja. A sárga kör réteget a betű alá szeretném tolni. Nyilacska, és mindjárt más a sorrend. Akkor lássuk, hogyan hozzá az árnyékot, hogy olyan kivágott legyen. A kvébetűs rétegben vagyok, jobb egérgombbal klikk a rétegre, és ott a réteg stílusa lehetőség. Klik bele, és az ablakban balra van egy lehetőség árnyékot hozzáadni. De nem elég csak a szövegre klikkelni, be kell jelölni a kis négyzetet is. Az ablakon belül be lehet állítani, hogy honnan jöjjön a fény, mennyire legyen az árnyék áttetsző, távoli, milyen legyen a mérete vagy a színe. Egyenlőre hagyjuk így, ahogy van. Klik az ok -ra. Mi történt? A betűnek lett egy árnyéka. Lépjünk most be a sárga kör rétegbe, klik, a réteg stílusa, és van itt még egy lehetőség, a második, belső árnyék hozzáadása. Próbáljuk ki azt, klik a négyzetbe, és már is látjátok, mi történt. A belső árnyék nem az alakzat külső pereme mögé kerül, hanem a peremen belülre. Olyan, mintha a sárga papír lett volna a kép legalján, utána a sötét zöld keret, és arra van ráhelyezve a kvébetű. Menjünk tovább. Szeretnénk egy kis madarat rajzolni. Új réteg, és ebbe az új rétegbe berajzolom a madárka alakját. De ebben újra segít nekem a kiválasztás eszköze. Melyiket választom a négyből? A négyzetet, kört, a sok sokszöget? Számunkra most a szabad alakzat lesz a megfelelő. Kiválasztom az adott eszközt megnyitom az eszköz további beállításait. A jobb felső sarokból ide leteszem, hogy lássuk, milyen lehetőségeink vannak. Az akciók használata fontos. Az első akció azt jelenti, hogy mindig csak egy aktív, kiválasztott alakzatunk lesz. Ha egy kiválasztott területhez új területet akarok csatolni, például ez a test, és most szárnyakat szeretnék hozzáadni, az akcióból a harmadik lehetőséget választom, ahol az ikon mutatja a hozzáadást. Egyik szárny, a másik oldalon a másik szárny. Fejecske, csőr, farktollak. Tegyük fel, hogy valamit ebből a kiválasztott területből ki szeretnék vonni. A negyedik lehetőség, ahogy az ikon mutatja, a kivonás. Tehát kiválasztom, és amit most kijelölök, azt elveszem az alapkiválasztásból. Van itt még két másik lehetőség, amit én ritkán használok. Az első a két választás meccés területét hagyja meg, az utolsó a meccés területen kívül eső területeket. Ha megvan az alakzat, új rétegben vagyok, jöhet a festékcsupor, szín és kitölthetjük a madárkát. Ha valahol javítani kell az alakzaton, például itt a szárnyán, akkor újra hozzáadom a hiányzó részt a kiválasztás eszközzel, festékcsupor és kitölthetjük színnel. Amíg a kiválasztás aktív, kipróbálhatjuk máshogy is kiszínezni az alakzatot. Például ecettel. Akkor ugyan nem lesz egységes színe, én ezért választottam az egységes szint, mert így színes papírra hasonlít. De ha a papír mondjuk márványos foltos, akkor ecettel is lehet színezni. Ha elkészült, leállítom a kiválasztást. Nézzük, a madárkának adjunk egy árnyékot: réteg, stílus, árnyék. Ha mozgatni akarom, eltolhatom, elforgathatom, esetleg nagyíthatom. Miközben manipulálok az alakzattal, az árnyék nem lesz látható. De ha lenyomjátok, elfogadjátok a változást az Enter billentyűvel, újra megjelenik az árnyék. Így módon újabb és újabb rétegeket, új alakzatokat tudtok létrehozni. Nézzük a képet, amit a videó elején mutattam. Fokozatosan kikapcsolom a rétegeket, félre is teszem őket ide mert több rétegből áll a kép. Az nem baj, attól csak gazdagabb lesz az alkotás. Itt látjátok, hogyan építettem fel a rajzot. Hasonlóan, mint ahogy közösen csináltuk. Körrel, aztán dombokat raktam, betűt a következő rétegbe, aztán egy újabb bokrot, füvet, újabb füvet, levélkéket, madarat, füvet, két másik repülő madárkát. Ne felejtsétek el elmenteni az alkotást! Kreatív játékot kívánok, élvezzétek az alkotás folyamatát, és találkozunk a következő videónál!